Volt ott egy cső, amit egyikünk sem tudott egy pillanatnál tovább megérinteni, és komoly dilemmát okozott, mert egyszerre nagyon melegnek és nagyon hidegnek érződött. Az álmomban nagymamám házának bejáratánál állok. Linoleumos a padló, és az egyik ablak be van törve. Előttem egy gömb lebeg. Behelykönnyűnek tűnik első ránézésre, de mégis úgy érzem, nem ő az, aki lebeg, hanem ő rá van felfüggesztve az egész világ. Nézem, és nem tudom eldönteni, hogy mit látok. Én vagyok végtelenül apró, és a gömb végtelenül nagy, vagy a gömb végtelenül apró, és én vagyok a minden. Az érzés hátborzongató. Mint ha a hideg-meleg csövet fognám. Tehát ez egy rotoszkópos animáció volt. A rotoszkópos animációnak egyébként az a lényege, hogy a jeleneteket előzetesen felvesszük kamerával, és ezeknek a felvételeknek a képkockáit átrajzoljuk, és egy új képsorozattá fűzzük aztán össze. Magát a filmet egyébként az egyik kedvenc rendezőmnek az egész estés rotoszkópos filmjei ihlette. A Richard Linklaternek van a Waking Life című filmje, ami szintén egy álmokban bolyongó fiúról szól, és ezt szerettem volna megidézni. Magát a filmet ugyan a forgatókönyvvel kezdtem, aztán pedig látványterveket rajzoltam. Elég keresgélés volt igazából az első fél év, két fél évig készült. Az első fél évben gyakorlatilag a forgatókönyvet írtam meg, a storyboardot csináltam meg, illetve az animatikot hozzá. A storyboard az gyakorlatilag egy képes forgatókönyv, vehetjük annak. Le van benne írva, hogy milyen hangokat hallunk, le van benne írva, hogy milyen történések vannak a képen, viszont le vannak rajzolva benne a pontos beállítások, és így sokkal szemléletesebb, hogy milyen lesz a készfilm. Miután megvoltam a storyboardon, most abból látom képeket, így ilyen kockás füzetbe csak ilyen skips-szerűen felrajzoltam a jelenteket. És amikor ezzel megvoltam, ezeket felfűztem egy animatikba, aminek annyi plusz jelentősége van, hogy itt látjuk a jelenetek hosszát is. Tehát látjuk, hogy milyen lesz a filmnek a tempója, illetve már lehet rá hangot keverni. És akkor innentől kezdve próbáltam folyamatosan közelíteni a végeredményhez a látványban az animatikot. Itt látszik, hogy a kép az még teljesen más, de a vágások már ugyanott vannak. És az első fél évben gyakorlatilag ez az animatik fejlődött ki odáig, hogy leforgattam hozzá jelenteket. A leforgatott részeket már ki is cseréltem, és gyakorlatilag a második fél év volt maga az átrajzolásnak az időszaka. Mindjárt még látunk egy képet abból is, hogy milyen volt a leforgatott verzió, és milyen lett a kicsit szaggat a kép, mert hát nem tudtam 24 FPS-ben megrajzolni, tehát hogy az elég nagy munka lett volna. Vissza kellett vennem a képkocka számból. És amikor megvoltam magával a átrajzolással, akkor jött a kompozitálás, ahol
külön-külön megrajzolt részeket, összeállítottam egy képpé, csak lehetett látni, hogy az előtér és a háttér az külön volt megrajzolva, illetve még került rá egy filter. Itt az első jelenetből látni a bolygós jelenetet, hogy milyen léjerekből terültek össze. Ez az utolsó jelenetnek a fejbelúgós része. Igazából ezt azért hoztam el, hogy megmutassam, hogy voltak olyan részek, ahol megváltoztatták a vonalak, illetve a háttér színket, és azt ilyen kulcsolással csináltam meg. After Effects valamikor vezetettem egyébként. Az első jelenetben van az a gömbös rész, ahol elnyeli a kisfiút ez a gömb. Itt ezt megcsináltam 3D-ben is, mert a gömbnek a szélei hozzájönnek a falhoz, és szerettem volna, hogyha ez érződik. De pedig a végére középső részből hoztam 3 verziót, hogy milyen textúra változások történtek a gömbet illetően. A hangkeverést is én csináltam, ahhoz egyáltalán nem értek, vagy nem értettem, de szerettem volna igazából mindenbe belenyúlni, vagy mindent én csinálni. Én írtam a forgatókönyvet, a hangot is én mondtam fel, szereplője is én voltam, tehát szerettem volna egy olyan filmet, ami teljesen az én munkám, annak ellenére is, hogyha egyes részén ez annyira nem értek, tehát hogy legyen rálátásom a dologra. És hát egy ilyen, egy álomhoz illő, nagyon melankolikus, lassú, hát ilyen ambient-szerű dolgot képzeltem el. És hát ilyen lett, igen. Köszönöm szépen. Köszönjük.